Sziasztok! Iszonyat régen volt, mert nálam elfogyta típusú videó, sőt, igazából nem is igazán posztoltam még Instagramra sem mostanában, mivel időhiányban szenvedek, mint mindig. Na meg, múlt héten beteg lettem konkrétan, még hangom sem volt, még mindig nem az igazi, viszont már nem tudom hol tárolni az üres flakonokat, szóval most olyan egy elfogytak videó. Fogyott kettő tusfődő, mind a kettő bele, az egyik vaníliás és kókuszos, a kókusz nem éreztem, a vaníliát az igen. Meg van még itt egy mandulás, ami szerintem tavaly karácsonyi kollekció. Igazából a baleatusfüdőkkel én úgy vagyok, hogy ha DM-be járok, akkor veszek baleatusit, ha Rossmannba járok, veszek iszonatusit, olcsók, könnyen beszerezhetőek, van, aki panaszkodik, hogy szárítja a bőrét, én nyáron ezeket szeretem, mondom, mindig veszek belőlük, nincsen velük semmi problémám szerencsére, és az illatuk is általában jó. Hogy ott egy Avon Senses folyékony szappan, nem szarította a kezeinket, szóval elhasználtuk, nem volt vele semmi gond. Aztán, amit látjátok, egy csomó deus elfogyott, hogyha szeretitek a Lancôme Labiabelle illetet, akkor a fának a Divine Moments desodorei javaslom, mert egy az egyben ugyanez az illat. Bár most így visszagondolva, én már most nem igazán látom ezt a termékcsaládot a drogériákban, szóval nem tudom, hogy a csomagolás változott, vagy esetleg kifuttatták, amit viszont nagyon sajnálom, mert az illata barom jó, tusfüdő verziója is van. Na majd utána járok, és akkor megírom, hogy kapható-e még ez a termékcsaláda, vagy sem. Egy másik Fadeo, ennek is nagyon jó illata volt, ez volt a díny is. Igazából glamour napok alkalmával mindig veszek egy csomó fadezodot. Nekem teljesen jó az iszadásgátló képességük, jó az illatuk, szeretem őket elfújkálni, elérték a remény, szerintem nagyon jó. Viszont az Adidas Deo is hatalmas kedvenceim már évek óta is, hallál biztos tuti megoldás. Arcápolás, elfogyott egy utazó kiszerelésű néve a micellás víz. Szerintem nem volt vele problémám, már most így nem emlékszem rá, de szerintem tette a dolgát. A szemfestékkel, azon belül is a spirála annyira nem boldogult könnyen, de micellás vízként szerintem teljesen jó, és árban is ez is egy a megfizethető kategóriába esik. Szemtelen szóval mutattam már a Garnier kétfázisú sminkremosója rökkedvenc, most is ez van itthon, kettő flakonnal megint csak elfogyott belőle. A Balamed asszisztitút szerintem senkinek nem kell bemutatni. Ezzel is úgy vagyok, mint a tusfüdőkkel, ha DM-be járok, akkor egy Balea asszisztító tuti, hogy jön velem. Egyik kedvenc asszisztítóm a Mixának ez a krémes száraz bőre való asszisztítója, ami amellett, hogy szépen tisztítja a bőrt, hidratálja. Ezt főleg ősszel és télen szeretem használni. Elfogyott kettő hauska, Dr. Hauska termékem is. Az egyik egy asszisztító tej, a másik pedig egy tonik. Nem tetszettek. Iszonyatosan erős az illatuk, és engem az nagyon zavart. Ez az arctisztító tej, ez körülbelül semmit nem csinált. A tonikkal annyira nem lett volna gondom, csupán az, mert nem szárított, meg nem irritált, viszont mondom, az illat az annyira erős, hogy nem lettek a kedvenceim. A Revox terméket viszont annál inkább. Elfogyott egy hialuron és egy niacinamid, azóta ezeket már újra is vettem. Elfogyott kettő Geek & George's termék is, egy actonic és egy hidratáló krim, és most nézem, hogy annyira mocskosak már ezek a flakonok meg tégelyek, mert ugye beledobálom a szatyorba, aztán ott össze-vissza folynak. Ami még maradt benne, mind a két termék tetszett igazából, szépen hidrateltek a bőröm, főleg ez a krim. Jól tudott együttműködni az arcszírumjaimmal is, úgyhogy szerintem lesz még Geek & George's haul a csatornámon, illetve az Instagramon is fogok róluk még beszélni, és újra is fogom ezeket is rendelni. Arról is meséltem már nektek, hogy mennyire szeretem az Uriás termékeit. Ez most egy hialuronos szírum volt a Termál termék családból, nagyon-nagyon tetszett, iszonyatosan hamar el is használtam, mert ahogy meg hozzám került, minden nap reggel és este ezt használtam, nagyon jól hidratálta és feltöltötte a bőröm, imádtam, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe, mert egy nagyon-nagyon jó márkáról van szó. Végül, mert azt hiszem, hogy nem lesz több arcápolású termék, egy Avon Ennyu Sensitive Plus szemkörnyék ápoló, ami nagyon bejött.
sőt ez az egész termékcsalád nagyon bejött nekem, érzékeny bőre lett kifejlesztve, nem irritált az illatuk, ennek a terméknek az állaga is nagyon tetszett, egy vastagabb termékről van szó, tehát vastagabb a textúrája, viszont iszonyatosan hamar beszívta a bőröm, nem csípte, nem irritálta a szemem, de jól hidratálta, úgyhogy ez egy nagyon jó kis termék volt. Van itt egy X-Appeal Intim töllőkendő, én ezeket mindig újra veszem, van itthon, van a táskámban, az egy olyan dolog, amelynek minden nőnek szüksége van. És elfogyott egy Avon Eve Privé parfüm is, amely egy ilyen virágos, púderes illat volt, nem a világ legtartósabb parfümje, sőt, mert én ezt napközben újra és újra fújkáltam, viszont annyira nagyon tetszett az illata, olyan kis finom nőies, úgyhogy ez egy nagyon jó kis illat az Avontól. Van még itt egy Balea száj, vagy inkább ajakmaszk, igen, ami egy ilyen kis vicces. Megmondom őszintén, hogy használat közben még nem nagyon szabad, kényelmetlen volt. Az illata, vagy az íze, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, az sem tetszett, viszont el kell mondjam, hogy az ajkaimat viszont iszonyatosan jól hidratálta, szóval akinek van kedve játszadozni, azt próbálja ki. Jöjjenek a sminkek. Van itt egy Reload by Revolution primer, ami egy szilikonos matító primer volt. Nekem ez bejött. Szépen feltöltötte a kis pórusokat, szebben mutatott rajta az alapozó, úgyhogy tetszett. Nem vagyok egy erdekú fan, viszont el kell, hogy mondjam, hogy ez a Perfect Tint alapozó, ez nagyon bejött nekem. Hosszantartó, matt alapozó, viszont egyáltalán nem ölt bele az apró kis ráncokba, nagyon-nagyon szép finise. Van itt egy Lancôme Tint Idol Ultra Rare alapozó, ami az Art Deco-val ellentétben nem nyert el annyira a tetszésem. Azt hiszem 15 vagy 16 árnyalatban elérhető ez az alapozó, amivel viszont nekem problémám van, hogy a legtöbb árnyalat narancssárgás. Konkrétan ez az árnyalat 5 perc elteltével, miután fölvittem, narancssárga lett rajtam, úgyhogy emiatt nem lett a kedvencem. A finisse, egy hidratáló alapozóról van szó, viszont a finisse az inkább egy matba hajló, közepes fedésű, nem tudom, egyszerűen nem tetszett, nem tudok sajnos jobbat mondani rá, nekem ez nem tetszett, a textúrája, az árnyalata, a hatása, a fedése, nem, nekem ez nem jött be. Ja, és a legfontosabb, hogy ugye ez egy szérumos alapozó, én ennek ellenére nem vettem észre azt, hogy hidratálná, vagy ápolná a bőröm, szóval ez nekem egy csalódás. Van itt egy Oriflame Wanderlash XXL szempillás spirál, elhasználgattam, nem életem spirálja, viszont teljesen jó, szépen hosszabbította a szempilláimat, szétválasztotta, nem tapasztotta össze, nem rossz, de szerintem nem fogom újra venni. Egy másik Oriflame-es spirál, a Wanderlust Ultra, ez viszont egyáltalán nem tetszett, míg pedig a keféje, mindjárt nem mutatom. Na tehát ilyen lenne az applikátora, amire most nem fókuszál a kamera. Az a lényeg, hogy ez egyik oldalán vannak sörték, míg a másik oldalon nincsenek, és nekem ez nem, hogy könnyebbítette volna a felvitet, inkább nehezítette, szóval emiatt nem jött be. Amúgy egy jó szempilla spirál lett volna, csak mondom, nekem olyan nehézkes volt ezzel bánni. Van itt pár mini szempilla spirál, van itt egy Chanel, amire konkrétan a kamera sem akar fókuszálni, és én sem emlékszem rá, hogy hogyan is működött nálam. A Nayolari egy olasz márka, ez a szempilla spirál szépen hosszabbította és dúsította a pilláimat, ő tetszett. Az Estée Lauder az nem jött be, mert konkrétan nem igazán csinált a pilláimmal mást, mint csak hogy megszínezte. Viszont a Lancôme Hypnose Dráma spirálja szerintem életem egyik legjobb spirálja volt. Gyönyörűen hosszabbította, szétválasztotta, megemelte a pilláimat, és iszonyatosan tartós. Tehát ez egy nagyon jó spirál. Jött kettő korrektor is, az egyik a Catrice Camouflage, a másik pedig az Evana korrektora. Mind a kettőnek szuper jó a fedése. Nagyon szerettem őket, mind a kettő újra bevős lesz.
Végül van itt kettő Miss Sporty púder, mind a kettő színezett. Nem, bocsánat, az egyik az Ivory, ami egy elég sötét árnyalat volt, ahhoz képest, hogy Ivory nevet visel. Most én nem rendeltetésszerűen használtam ezt, ugyanis én ezt bronzosítóként használtam, talán még így meg is tudom mutatni, és el kell, hogy mondjam, életem egyik legszebb bronzer árnyalatát produkálta ez, úgyhogy amit látjátok, teljesen elhasználtam, és szerintem még nem sikerült ez ideig bronzosítót elhasználnom. Jó, nyilván ez is egy púder, és többet kellett belőle fölvinnem, mint egy bronzerből, viszont erre nekem tökéletes volt. És egy másik Miss Sporty púder, ami már egy transzparens árnyalat, ez pedig a Rimmel Stamped púderéhez tudom hasonlítani, egy az egyben ugyanolyan. Nagyon szeretem, amit látjátok, ezt is elhasználtam.